Nem is húzzuk tovább az időt, belevágunk a Love Goods Lanessibe, ahol 3 karakter token, 2 Housecrest darab hiányzik, és a Student Imperial szerencsére megvan, tehát arra nem kell külön figyelmet fordítanunk. Oké, okay, hát itt van egy karakter token. Valahogy elő kéne csalogatni. Csak azt nem tudom még, hogy hogy. Nagyon jó. Most már van nekünk egy repülő tekünk. Ami nekünk valamiért tök jó lesz valószínűleg. Na jó van. Oké, okay, itt vannak... Aurita. Miért tud átváltozni baggá? Oké, okay, hát hagyjuk is. Oké, okay, van Hermione-nk. Fú. Hermione és a macskája megmentik majd a világot. Jó, úgy látom, hogy egy sötét varázslónak szánt kis trick van. Oh yeah. És akkor itt van valami. Oké, okay, egy. Már is kész. Oké, okay, itt is van még egy, ez is kész. Jó, mi van még? Jó, kell Ron. Vagy bármilyen Weasley. Oké, okay, hát neki vannak ilyenjei. És akkor elvileg ő fel tud mászni erre. Ugye nyilván az a varázslat az nem nagyon engedi ezt. Jó, sötét varázsló kell hozzá. Egy a sötét varázslóval innen. Na. Várjunk egy másodpercet. Tehát, hogyha Weasley felmegy ide. És ehhez sötét varázsló kell. Akkor azt hogy fogjuk megoldani? Tehát van elvileg Weasley sötét varázsló. Ja nem? Ja. Csak simán karaktert váltunk. Túl gondoltam egy kicsikét. De fent karaktert tudunk váltani, tehát minden a lehető legnagyobb rendben. Nyuszi! És megvan Xenophilius Luna. Ja, igen, még itt ezt kell elengedni neki. És akkor már is van egy kocogtatónk. Oh. Mennyi minden van itt, te jó Isten. Egy karakter token. Skeleton. Oké, okay, mi van még itt?
Oké, ezt Arthur. Mione Grindelwald Arthur Weasley. Jól megkalapálja itt a dolgokat. Nem itt, hanem itt. Oké, egy House Crest, kész. Jó, itt mi van? Ó, egy drumset. Egy dobfelszerelés. Én eleget hallgattam már ezt, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Na, jól van. Luna, Purple Coat. Azt hiszem, hogy mi itt megvagyunk. Úgyhogy már is haladhatunk tovább felfelé. Ó, nem. Emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy nem kell végig játszanunk, de végig kell játszanunk. És akkor kell, ez a tetje kell hozzá. Ó, na, igen. Nem tudtam, hogy a szellemek ilyen lassan közlekednek egyébként. Wingardium Leviosa, meg ilyenek. Oké. Olyan gyorsan haladok, amilyen gyorsan csak tudok. De hát nyilván mérsékelt a haladási tempó. Azt hiszem, ennek már egyszer beugrottam. De másodjára sem voltam sokkal okosabb. Maradjunk annyiban. Brother. Valahogy leállítottuk a szelet. És így most már át tudunk menni. Ne kérdezzétek, hogy csináltuk. De megcsináltuk. Ó, ez meg a harmadik brother.
Álljál le. Gondoltam. Rögtön gondoltam. Akkor próbálkozzunk meg innen. De miért? 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 Ja, értem. Nem arra kell irányítani, amerre gondolod, hogy kell, hanem teljesen más vele. Tehát ahhoz képest, hogy arra gondolnál, hogy... Majd te így régen előre ezt így megoldod. Nem, ahhoz képest nem arra kell. Ha teljesen oldalra kell húzni a kis pöcköt, és akkor úgy fogod tudni eltalálni őt. Wingardium Leviosa. Gyere, brother, rád van szükségem. Ó, oh, nem is igazán rá van szükségem. Csak úgy tűnt, mintha rá lenne szükségem. Oh. Jó. Meg vagy vakítva, ha. Na. Vége. Hú, végre. Nem azért van meg minden, csak nagyon sok keresni valónkat nem volt, mert összegyűjthető dolog ugye nincs ott. Nem figyeltem az elején. De ja, sikerült. Hát nagyon sok összegyűjthető dolog nincsen. Kell nekünk egy sötét varázsló. Már csak az íze kedvéért is. Oh yeah. Ja. A mindent látó szem újra visszatér.
Okay, ez kell nekem. Mi kell még nekem? Nem ide, hanem ide. Kell Hermione, hiszen neki az állatkája. Ez befér ide. Mivel talán a felfelé vezető útat. Ja, nem tudom, hogy minek csináltam meg, mert... De így megcsináltam, ne érje szó a ház elejét. Én itt lustálkodok, meg ilyenek. Jaj. Innen is egy ilyen... izé jött ki, egy baba. Minek van ennyi babája ennek az embernek? És nem sikerült befejezni, ne! Ne! Ezt tudjátok miért ilyen kellemetlen? Ez azért ilyen kellemetlen, mert most megint végig kell mennem mindenen. Szeretnétek látni? Tudom, hogy szeretnétek látni. Vagy nem tudom, hogy nem szeretnétek látni. De sajnos muszáj. Mindegy, most már ismerjük a sztorit. Úgyhogy könnyebb dolgunk lesz. Nem kell annyi hülyeséggel foglalkoznunk. Tehát kell nekünk ez. Itt ez talán kelleni fog nekünk biztosan. Ugye a darazsat ezt el kell onnan tüntetnünk. Így igaz. És akkor hol van még ilyen? Itt ez. Akkor igazából már mehetünk is befele. Amivel nekünk foglalkozni kell, az már tényleg csak a legfelső szinten lévő történet. Oké. Okay. Nagyon jó, már is megyünk föl. Második szint, itt lesz a Brotherhood story, yep. Talán ez fog most a legtovább tartani egyébként. De mondjuk már abból a szempontból ez is jó, hogy ezt is láttuk már egyszer, tehát... Nagyjából tudjuk, hogy mire kell számítanunk. Ja, és akkor, amikor felértünk, talán a... mondjuk azt figyelnem kellett volna Ronnal, hogy... Ronnal figyelnem kellett volna. Mert ugye Ronnak kell egy ilyen fényforrás, amit majd ő fel tud vinni. Ok,
Oké, itt. Jobb, gondoltam. Nem igazán lehet dodge-olni, úgy látom. Tehát ennek ez a lényege, hogy te itt meghaj. Amit... Miért lényeg, hogy meghaj? Vagy miért nem lehet dodge-olni? Vagy csak én nem figyeltem valamire? Gyerünk! Gyerünk! Én neked szurkolok, szellem. Gyerünk! Úgyhogy a szellemet egyébként nem fújja el a szél. Oh yeah. Oh yeah. Mert szaladtunk egy pár leütésesbe. Ez megesik, ez még a legjobb helyeken is. És akkor most ennél a tökösnél oda fogunk figyelni ám, hogy jó fele üssem a pumpkint. Oké, kell ide a másik brother. Nem tudom, mit tudnék most ilyenkor mesélni nektek. Igazából szomjas vagyok. Nem sokat ittam még ma. Jaj. Lehet, meg kéne inni még egy kávét, és akkor még talán este is tudnék streamelni egyet. Tök jó megy most tök pozitív érzésem van így a streameléssel kapcsolatban. Nagyon nagy változások nem történtek egyébként. Forma 1-es stream, nem tudom mikor lesz, vagy nem tudom mikor lesz kirakva, de a Forma 1-es streamből ki tudjátok deríteni, milyen gondolataim voltak így a streamekről. Nem szeretném egyrészt magamat ismételni, másrészt meg feleslegesen elmondani még egyszer azt, amit már egyszer ugye megemlítettem. Úgyhogy most tök pozitívan állok így ehhez a streamelés dologhoz. Remélem, hogy alakulni fog ez még a jövőben, még jobban. És aztán fognak jönni az egyre jobb impulzusok, érzések, meg mi egymás. Jelenleg azon kezdtem el filózni, hogy mi lesz a következő játék, amivel így játszani fogunk. Mert hát az a helyzet, hogy... Hát lassan kijátsszuk ezt a játékot. Akár szeretnénk, akár nem, de lassan vége lesz ennek a játéknak. Nyilván még most van belőle egy stream. Most végig játsszuk ugye a harmadik részt. Utána lesz még egy stream, ahol az egyéb ilyen vackokat csináljuk, vagy nézzük meg. Aztán ennyi. Ennyi meg egy bambi. Szerintem kettőnél több stream már nem lesz belőle. Maximum 3, attól függ, hogy mennyire sikerül gyorsan, meg jól elintézni a... bónusz pályákat. Csak is attól függ. Aha, nézzétek csak, mit találtam én itt. Ronnak egy kis falatozni való. Ha megtalálnám Ront. Megvan Ron. Tehát itt van neki ez a kis fény, amire nekünk szükségünk lesz a második emeleten.
Így bizony. És már is megvan. Király. Hogy kell ezt itt befejezni? Na itt a vége, igaz? Honnan lesz meg ehhez a... Itt, innen. A tekerentyű. Nem oda tekerentyűzünk. Ide tekerentyűzünk. És akkor ezzel. És akkor ezzel meg is van. Jó. Jézus ereje. Hát egy kicsit sikerült elnyújtani. Kicsit sikerült elnyújtani. Nem akartam én ennyire elnyújtani, sajnálom, de így jött össze. Na jó van. Nézzük, hogy mi lesz itt a következő. Lecsekkoljuk, hogy ez megvan minden tökéletesre. És jön az utolsó pálya.